Kaotikusak és lélegzetelállítóak, szépségüket az űr üressége adja. Galaxisunk csillagködjei pontosan a csillagok ellentétjei. A köd anyaga néha összegyűlik, néha szétszóródik. Áttetsző fátyolok, hullámzó anyagok, némelyik sötét, némelyik brilliáns színekben pompázik, és többségük kísértetiesen emlékeztet valamire. Érdekes, hogy amikor az emberek ránéznek a csillagködökre, furcsa dolgokat látnak bennük. Ezek nem csillagok és nem is bolygók, hanem a galaxis korona ékszerei. A Világegyetem mai részében rávilágítunk a csillagok születésének, halálának és életciklusának történetére a csillagködök belsejében. A Világegyetem. Csillagködök. Ez az egyik leghíresebb fénykép, amit az űr objektumairól valaha készítettek. A Hubble űrtávcső felvételén a teremtés oszlopai hatalmas, 7 fényévnyi hosszú por és gázoszlopai láthatók. Bár óriásiak, a pillérek csak egy roppant nagy képződmény, a Sasköd nevű csillagbölcsöde apró részei, amely 6500 fényévnyire van a Földtől. Több típusú csillagköd kavarog a csillagok között. Ezek a tejútrendszer és az összes többi galaxis leglátványosabb képződményei. A csillagködök gyönyörűek, megragadják az ember fantáziáját. A görög felhő szóból eredő nebula, avagy csillagköd, gázokból és porból összeálló csillagközi felhő, mely a szabad szem számára ritkán látható. De az űrteleszkópok és földi távcsövek megmutatják szépségüket. Ragyognak, visszatükrözik, vagy eltakarják a galaxis fényforrásait. A világűrben néhol csillagok születnek, néhol meghalnak, máshol pedig a robbanások hatására megsemmisül a téridő anyaga. A nebulák fantasztikus alakokat öltenek, ugyanúgy, mint nyáron a felhők az égen. A csillagködök gyakran ismerős formákra emlékeztetnek, mint például a virágok, vagy rovarok, vagy éppen arcok. Nagyon érdekes, hogyha az emberek ránéznek egy nebulára, azonnal belelátnak valamit. Bár a csillagködöket a csillagászati katalógusokban számokkal jelzik, helyüknek vagy formájuknak köszönhetően többnek is van neve. Például nem nehéz megmondani ezt, miért nevezték el pillangóködnek. Vagy ezt, miért lófejködnek. És a listának itt még nincs vége. Az Orion csillagköd, a Szellem csillagköd, a Mérges Rája csillagköd, a Csigaköd, a Macskaszemköd, az Észak-Amerika csillagköd, a Pelikán csillagköd. A csillagködöket lenyűgöző formáik a galaxisok turista látványosságaivá tették. Ha lenne egy családi űrhajónk, mellyel a tejútban bolyonghatnánk, érdekességek után keresgélve, egy csillagköd felé vennénk az irányt. A földi turista látványosságokhoz hasonlóan a messzi csillagködök is vonzzák a tekintetünket. Micsoda egy túra! A csillagos égbolt egyik leglátványosabb pontja a Nagy Orion csillagköd. Ez azon kevés nebulák egyike, mely szabad szemmel is látható. A tiszta égen egy elmosódott csillagnak tűnik, a csillagkép közepén, mely valószínűleg a legismertebb csillagkép az égen. Az Orion csillagköd galaxisunk legaktívabb területe. Sokkal jobban fénylik, mint bármi más az égen. Tehát nagy dologról beszélünk. Ez a csillagködök Hollywood felirata. És az utazók ugyanazért szeretnének közel férkőzni a látványosságokhoz, mint amiért a csillagászok a csillagködökhöz. Fényképeket szeretnének készíteni róluk. Végül is a turizmus, legyen az a Földön vagy az űrben, a fényképekről szól.
Úgy gondolom, a csillagködökről készült felvételek nagyon fontos szerepet töltenek be, mert a művészet és a tudomány csúcsán a kereszteződésében foglalnak helyet. Persze jó képet készíteni a nebulákról nem annyit jelent, hogy bemérjük őket és kattintunk. A San Diego-tól északra fekvő hegyekben egy amatőr csillagvizsgálókból álló csoport tagjainak igen nehéz dolguk van. Elhatározták, hogy csillagködöket keresnek és lefényképezik azokat. Mindig megéri a hosszú utat. Mindent megér egy éjszaka a csillagok alatt, még képalkotás nélkül is, mert láthatom, amit otthonról nem láthatok. Ha már ilyen felszerelése van valakinek, a csillagok megszállottjai nem csak képeket készítenek. A helyes kifejezés itt a képalkotás, és a kedvenc célpontjuk a csillagköd. Csodálatos érzés itt ülni, nézni őket és elképzelni, vajon mi történhet odakint a gázfelhőben, és hogyan születnek a csillagok. Nagyon jó, hogy ilyen érzéki élményben lehet részünk. A hordozható teleszkópokon kívül a csapat egy állandó obszervatóriumot is épített. Az elkülönített épületben a kitűnő asztrofotós Alan Smallbone a 20 incses teleszkóp szemlencséjéhez egy különleges asztrokamerát csatlakoztatott. Az Orion csillagködről szeretne képet alkotni. Igen, nagy kihívást jelent ez a képződmény, mert vannak fényes, élénk részei, de nagyon sötét foltjai is. Az ilyet pedig nehéz pontosan lefényképezni. A modern asztrofotósok által használt digitális kamerák hasonlóan látják a színeket, mint az emberi szem. A retinán háromféle csapsejt van, ezek pedig egyenként a kék, a zöld és a piros fényre érzékenyek. Ezért nevezik ezeket a színeket a fény elsődleges színeinek. Ám az asztrokamera retinája egy számítógépes chip, amely csak a feketére és a fehérre érzékeny. Ezért a színes fénykép érdekében piros, zöld és kék szűrőket használnak. Mindegyikkel legalább egy felvételt készítenek. Ezt gyakran PZK piros-zöld-kék módszernek nevezik, melyel sokkal természetesebb színhatást érnek el. Az Orion csillagköd fényképezése alatt Alan Smallbone mindegyik szűrőre 5 perc expozíciós időt szán. Ám a csillagködök olyan homályosak, hogy a legjobb fénykép érdekében gyakran több tucat felvételt készít, ami összesen 14 órába telik. Igaz, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. A csillagászati képalkotás néha nagyon unalmas is lehet, mert időigényes munka. Hosszú percek telnek el úgy, hogy csak ülünk és várjuk a kamerát, hogy dolgozzon. A képeket Smallbone később a számítógépen összerakja. A piros, kék és zöld pontok különböző kombinációi a színes televízióhoz hasonlóan létrehozták a spektrum többi színárnyalatát is. Órákkal a zár kinyitása után az Orion csillagköd természetes színeiben pompázott a képernyőn, amit az emberi szem eredetileg képtelen lenne érzékelni. Az Orion és más csillagköd csodaszép képei rámutattak arra, miért nélkülözhetetlen az asztrofotózás, ha nebulákról van szó. A teleszkóp és a kamera együttes használata képessé tesz arra, hogy a nebula olyan részleteit is meglássuk, amit puszta szemmel nem láthatunk, mert a köd túl homályos és diffúz. A nagy Orion köd megérdemli a figyelmet. A 15 fényév átmérőjű óriási felhő többnyire hidrogénből tevődik össze. Ez a csillagköd a csillagképző régió legfontosabb példája. Ez a hatalmas csillagok bölcsője, amelyek galaxisunkban születtek, és a legjobb példa is a csillagképződésre. Tehát amikor a nagy Orion ködre nézünk, éppen születő csillagokat látunk. Az Orion ködben látható kis csillagok közül 4 különösen szembetűnő.
Ezek egy csillagcsoport sarkai, melyet trapéznak neveztek el, mivel trapéz alakú, nagy és forró. Ők állnak a brilliáns csillagászati látványosság hátterében. Az Orion ködöt a közepén található trapéz tölti fel energiával, ettől lesz igazán csillagköd. Ha nem léteznének a trapéz csillagai, csak egy sötét felhő lenne. A trapéz csillagainak a fénysugarai kifaragják az őket körülvevő gázfelhőt, és beragyogják azt. Vajon milyen lehet egy űrhajóval átsuhanni az Orion csillagködön? Lehet, hogy így néznek ki. Ez egy rendkívül pontos számítógépes szimuláció, melyet Robert Odell, a Vanderbilt Egyetem csillagásza a Hubble űrteleszkóp részletes adatai alapján készített. A gigantikus felhőben haladva tisztán láthatjuk a trapéz 4 csillagát. Tökéletesen látszik, hogyan helyezkednek el három dimenzióban. Óriási energiájuk szinte kimélyítette a csillagköd központját. A trapéz csillagai olyan fényesek, hogy képtelenek lennénk látni a köd többi részét, ha a képernyőn nem emeltük volna ki a többi részletet. A sötét égi testeket proplideknek vagy protoplanetáris korongoknak nevezik. Ezek porból vannak, melyek újonnan keletkezett csillagok körül forognak, és melyek a trapéz energiadús csillagszeleinek hatására vízcsepp alakúvá válnak. Egy-egy csillag körül törmelék korong látható, mely annak a jele, hogy itt egy új bolygórendszer van kialakulóban. Ahogyan kifelé haladunk az Orion csillagködből, ugyanolyan szögből láthatjuk, mint a Földről. De 1300 fényév távolságból csupán egy apró pontnak láthatjuk. Képzeljék el, milyen lenne, ha 4 fényévnyire lenne tőlünk, mint a legközelebbi csillag. Ha az Orion csillagköd olyan közel lenne hozzánk, mint a legközelebbi csillag, olyan világos lenne, hogy nem is tudnánk, létezik sötétség. Nem látnánk a többi csillagot sem, és nem tudnánk a többi galaxis létezéséről sem, pusztán azért, mert világos lenne. Az egész világunk a Nap és az Orion csillagköd lenne. De szerencsére a galaxis egy olyan pontján élünk, ahol a teleszkópjaink és kameráink segítségével beláthatjuk a világűrt, és megcsodálhatjuk annak gyöngyszemeit, a csillagködöket. 5 köd létezik. Az emissziós ködöket, mint például az Orion, H2 régióknak nevezik. A H2 a vékony hidrogén rétegre utal, mely a forró csillagok hatására bocsát ki fényt. Máshol reflexiós ködöket láthatunk, ahol a csillagok a porszemcséket világítják meg, és ezt a visszaverődött fényt láthatjuk. A planetáris ködök lassan haldokló csillagok körül alakulnak ki. Ezek hozzák létre a galaxis legérdekesebb alakzatait és színeit. A szupernova maradványok szintén elpusztult csillagok hátra maradt törmelékei, de óriási csillagokból, melyek életük végén hatalmasat robbantak. És végül ott vannak a sötét ködök, a csillagközi gáz és porfelhők, melyek általában csak azért láthatók, mert a mögöttük fénylő csillagköd kirajzolja körvonalukat. Idővel ezeken belül is csillagok születnek. Ám a galaxis csillagfelhőinek, a gáz és a porfelhők keletkezésének módja még ennél is érdekesebb jelenség. A rejtélyes csillagközi térből kiindulva az itt a nagy kérdés, hogy a csillagködök hogyan alakulnak ki a majdnem semmiből. A világűr és annak üressége sokkal többet takar, mint amit az emberi szem képes meglátni. A Nap és a galaktikus szomszédai közti űrt a semleges csillagközi tér tölti meg. Amikor a csillagok közötti sötét teret látjuk, sokszor úgy gondoljuk, semmi nincs ott, csak légüres tér. De valójában a légüres tér is tele van porral és gázzal. Csak éppen nagyon ritka. Mennyire ritka? Valószínűleg annyira, mint a Földön a legüresebb légüres tér. A csillagközi tér 90%-át hidrogénatomok, 10%-át pedig hélium és más elemek, valamint apró porszemcsék teszik ki.
A gázok és porszemcsék létezése a tejútban is szemmel látható. Ez a csillagsáv, amit a galaxis belsejéből a Földről is látunk. A sötét részek üresnek tűnnek, ám a valóságban ez éppen fordítva van. Ezekből a terekből nem hiányoznak a csillagok. Galaxisunk távoli csillagai és közöttünk rengeteg porszemcse van, amelyek eltakarják a fényt, ezért látjuk csak a körvonalukat. A fekete gáz és porsávok azt mutatják, hogy a csillagközi térben pontosan hol vannak alakulóban csillagködök. Ezek a sötét csillagködök árnyékként jelennek meg a háttérben fénylő csillagok előtt. A kígyó csillagköd 650 fényévnyire van tőlünk, és körülbelül 3 fényév az átmérője. Az ennél még sötétebb Barnard 68 felhőt a felfedezője Edward Emerson Barnard csillagász után nevezték el. Az ilyen csillagködök elég mélyek lehetnek ahhoz, hogy eltakarják a mögöttük lévő csillagokat, pedig a bennük lévő gáz és por nagyon ritka. Persze, amíg a gravitáció fel nem erősödik. A gravitációnak vonzó ereje van. Ezért a gázok függetlenül a sűrűségüktől egy csomóba gyűlnek. A gravitációs erő addig hat rájuk, amíg a nukleáris anyag csillaggá nem sűríti azokat. Amint a gravitáció összesűríti a gázokat, a részecskék felhevülnek, és létrejön egy csillag. Új csillagok születnek, melyek környezetüket több színben ragyogják be. A hátramaradt sötét csillagködök pedig továbbra is csak a körvonalukat mutatják. A fényes ködökhöz hasonlóan az ő formáik is neveket ihlettek. Ez az elefánt ormányköd, a kúbköd és a lángköd, ahol a sötét és világos részek az égbolt legdrámaibb képét alkotják. A csillagképző régiók brilliáns színeit olyan gázoknak köszönhetjük, melyeket a közeli forró csillagok láthatatlan ultraibolya sugarai hevítenek fel. A csillagok által kibocsátott fény az ultraibolya sugarak hatására elektronok lépnek ki a gázból. Ezek az elektronok több napon vagy héten át lebegnek, amíg protont vagy más pozitív töltésű részecskét találnak, melyek pályára állnak és a keringés közben fényt bocsátanak ki. A Rochesteri Egyetem csillagásza Eden Frank a csillagköd gázainak hevülését egy kosárlabda mérkőzéshez hasonlítja. Ez a kosárlabda mérkőzés tökéletes példa arra, hogy mi is történik a csillagködökben. A kosárlabda játékosok olyanok, mint a csillagok a csillagköd belsejében. Amikor valami izgalmas történik a pályán, a közönség is izgatottá válik. A tömeg energiát bocsát ki, ebben az esetben hangenergiáról van szó. A csillagködben viszont fényenergia keletkezik. Ugyanez történik, amikor egy elektron kiszakad egy atomból, lebeg egy ideig, aztán amikor talál egy új atomot, amivel újra összeállhat, energiát bocsát ki. A csillagködök belsejében születő új csillagok néha igen látványos jeteket, azaz kiáramlásokat bocsátanak ki magukból. Ez itt például közel 5 billió kilométer hosszú. Ezek a jetek is csillagködök a maguk nemében, amelyeket azok a gáz- és porfelhők hoznak létre, amelyek anyaggal táplálják a fiatal csillagot. A körülötte keringő anyag először akréciós korongot képez, ami úgy néz ki, mintha egy frisbee keringene a fiatal csillag körül. Így táplálja, növeli a csillagot. Nos, a gázfelhőben mindig mágneses mező alakul ki, és amint a korong forog, az anyag erővonalak mentén tömörül, forog egy ideig, aztán kirepül az űrbe. Valójában a jet körül alakulnak ki, így egy nagyobb jetoszlop keletkezik. A kiáramlások a jetek mellett a galaxis csillagködjeiben buborékokat, lökéshullámokat, pilléreket, de még hegyeket is láthatunk. Ezt itt a teremtés hegyeinek nevezik. Gyakran hasonlítják össze a teremtés oszlopai csillagköddel, de valójában ez 10-szer nagyobb annál. Bár az átmérője 70 fényév,
A látható fénnyel történő felvételen alig látszik. De így néz ki, ha a Spitzer űrteleszkóp infravörös felvételét vesszük kézbe. Az infravörös fény hullámhossza hosszabb, mint a látható fényé, vörösebb, mint a vörös fény. Általában olyan dolgok bocsátanak ki infravörös fényt, melyek melegek, mint mi, de nem túl forróak. Minden meleg test infravörös fényt bocsát ki, ezért gyakran használják a meleg felderítésére. A különleges kamerák minden egyes hőfokot egy bizonyos infravörös árnyalattal jelenítenek meg, amit mi nem látunk. Ám ezeket átalakítják olyan látható színekké, amiket már jól látunk. Ezért láthatjuk az infravörös kamerákon át ezeket az amatőr csillagászokat, akik az éjleple alatt dolgoznak. Különben lámpát kellene gyújtanunk, hogy lássuk őket. Az űrben ugyanez az elv jut érvényre. Ez itt a SAS csillagköd, amint látható fényben nézzük. Ám a Spitzer infravörös kameráján át teljesen másképp rajzolódik ki. Egy igen forró rész is láthatóvá válik piros színben. Ilyenkor tesszük fel magunknak azt a kérdést, hogy mitől lesz ilyen forró a por? A csillagköd csillagaitól nem, mert nem elég fényesek, forróak, de egy szupernova robbanástól, egy csillag halálától már lehet. Egy szupernova által kibocsátott erőteljes lökéshullám nagy hatással lehet rá, mert a SAS csillagköd a teremtés oszlopainak az otthona. Az oszlopok nincsenek túl jó helyzetben, mert a szétrobbant szupernóva lökés hullámai előbb vagy utóbb elérik a pilléreket. Amikor ez bekövetkezik, az oszlopok megsemmisülnek, és csak a fiatal csillagok maradnak hátra. Az összes gáz és porfelhő, azok a csodálatos oszlopformák egyszerűen el fognak tűnni, és nem lesznek többé. Az infravörös, az elektromágneses spektrum csak egy tartománya. Ez egy óriási skála, amelyet a különböző sugarak hullámhosszainak mérésére használunk. Az egyik végén a rádióhullámok vannak, ezeknek a hullámhossza a leghosszabb. A másik végén pedig a gamma sugarak helyezkednek el, ezek a legrövidebbek. Ezek között több sáv is húzódik, beleértve a látható fényt is, amely olyan apró töredéke az egésznek, hogy elképzelni is nehéz. Hogy mekkora a látható spektrum? Képzeljék el, hogy az egész elektromágneses spektrumot egy 4000 km hosszú filmtekercsel szemléltetjük, amelyet Kaliforniától egész Alaszkáig kihúzunk. A látható spektrum valahová középre esne, a Washingtoni Egyetem mellé. Ez a darab az egész látható spektrum. Több mint 4000 kilométer hosszú filmből ez csupán egy filmkocka, és ez jelképezi mindazokat a színeket, amelyeket az emberi szem képes látni. Azért is fontos ez a kocka, mert a csillagok majdnem összes fénye ebbe a spektrumba tartozik. És bár a fény látható, olyan rejtett részei is vannak, melyeknek segítségével úgy láthatjuk a csillagködöket, ahogy a szabad szemmel nem lennénk képesek. A titok magában a spektrumban rejlik. Az itt látható fényt elektromos energiával felhevített hidrogéngáz bocsájtja ki. Izzó plazmává alakult át. Az izzó fénye egy elhajlási rácson át nézve három keskeny sávba osztódik. Ez kizárólag a hidrogénre jellemző. A spektrumon három színt láthatunk. Az egyik piros, a másik világos kék, a harmadik pedig sötét kék. Ezek a hullámhosszok kizárólag a hidrogénre jellemzőek, ezért a csillagködben képtelenség összetéveszteni a hidrogént más elemekkel. Ez pontosan olyan, mint a mérkőzésen a közönség. A szurkolótábor valójában egyénekből tevődik össze, és mindegyik a saját hangját hallatja. Ezeket a hangokat tisztán hallanánk, ha szét tudnánk őket választani.
Miután sikerült a csillagködök összetevőinek színkép vonalait azonosítani, a csillagászok igazán kitűnő képeket készítettek galaxisunk turista látványosságairól. Egy-egy sáv átengedéséhez alkalmas, keskeny sávú szűrőket alkalmazva a csillagászok olyan formában mutatták meg a csillagködöket, ahogyan mi magunk valószínűleg nem lennénk képesek látni. Amikor a Hubble teleszkóp lefényképezte a teremtés oszlopait, a színsávok elkülönítésére három különböző szűrőt használt, egyet a hidrogén világos piros színéhez, egyet a kén sötétebb piros színéhez, és egyet az oxigén kékes-zöldes sávjához. Lévai Zoltán képalkotási szakértő összeillesztette a felvételeket, és az így kapott színes kép még több titkot fedett fel a ködről. Ha olyan szűrővel készítünk felvételt a csillagködről, amely képes szétválasztani az egyes elemek színsávjait, láthatjuk, hogyan oszlik el az a bizonyos anyag a ködben, és ami még ennél is fontosabb, láthatjuk, hogyan változnak a fizikai feltételek. Ha a hidrogén, az oxigén és a kén valódi színeit összeadják, a pillérek képe valahogy így néz ki. De a Hubble csapat mindegyik elem színét a fény egyik alapszínével helyettesítette. Az oxigén kékes-zöldes árnyalatát kékre, a hidrogén piros színét zöldre cserélték, a kén hidrogénéhez hasonló piros színét pedig pirosan hagyták. És bár az így kapott eredményt néha hamis színnek nevezik, sokkal jobban tükrözi a valóságot. Én ezt ábrázoló színnek nevezem. Miután összeraktuk ezt a képet, a színek talán nem pont olyanok, mint ahogy a szabad szemmel vagy teleszkópon átlátnánk, de tökéletesen ábrázolják a fizikai történéseket. A hidrogén-oxigén-kén szűrők által nyert színek kombinációját Hubble palettának nevezik, mely a csillagködök fényképezésében igen használatos. Így nem csak a csillagképző régiók színpompás káoszában gyönyörködhetünk, de azokat a régiókat is megcsodálhatjuk, ahol csillagok haldokolnak. Ezek a szép, komplex gömbök, melyek a világ mindenséget tarkítják és a csillagok halálát jelzik, tulajdonképpen planetáris ködök. A kifejezést 1784-ben találták ki. A planetáris ködöknek semmi közük sincs a bolygókhoz. William Herschel nevezte el így őket, amikor megpillantott egy planetáris ködöt, ami kerek és zöldes színű volt, ami az Uranus bolygóra emlékeztette őt. A planetáris ködökről készült természetes színű felvételeken az oxigén kékes-zöldes és a hidrogén pirosas árnyalata dominál. A gyűrű köd erre tökéletes példa. Ez 2300 fényévnyire van a Földtől, és 1,3 fényév az átmérője. Ezt tekintik a planetáris ködök prototípusának. De összehasonlítva a többi planetáris köddel, a gyűrű köd formája igen egyszerűnek tűnik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a ködök tulajdonképpen elpusztult csillagok után maradtak hátra, és egyszer a mi napunk is erre a sorsra jut. Úgy 5 milliárd év múlva. A nap élete végén meg fog duzzadni, annyira, hogy eltakarja a fél eget. Amikor a nap nyugaton lenyugszik, keleten már hajnalodni fog. Az egész eget eltakarja ez a vörösen izzó égitest, és porcelánná éget majd minket. Ezen a ponton a csillag belseje labilissá válik. Elkezd remegni, reszketni, majd a felszíne, mely már fellazult, leválik, és az űrbe kerül, mintha egy csillag tüsszentene. A gáz külső burkolata fokozatosan kitágul, miközben a nap egy vörös óriásból fehér törpévé alakul. A törpék ultraibolya sugarai gerjesztik a környező gázt, amitől a köd ugyanúgy fog fényleni, mint a csillagképző régiókban. A ragyogás több ezer évig tart, még mielőtt teljesen eltűnik.
Azt, hogy milyen kozmikus képet fest majd a nap élete végén, majdnem képtelenség megjósolni. De a galaxis planetáris ködjeinek csodálatos formáit figyelve újabb kérdések merülnek fel bennünk. Mitől fénylik mindegyik másként, és mi áll titokzatos formájuk hátterében? A becslések szerint 10 000 planetáris köd létezik galaxisunkban, és mindegyik egy csillag egyéni haláláról árulkodik. Bár mindegyik planetáris köd középpontjában egyetlen csillagrendszer áll, méretük nagyon eltérő. A planetáris ködök hatalmasak. Képzeljék el, hogy az ujjaim között a naprendszer van. Ehhez képest egy planetáris köd átmérője 1000 vagy 10 000-szer nagyobb ennél. És mégis, mivel roppant távol vannak a Földtől, a legtöbb planetáris köd apró pontnak tűnik a világegyetemben. Az NGC 2440-es planetáris köd és a Föld közötti távolság 4000 fényév. Bár magának a csillagködnek az átmérője csak 1 fényév, a Földről nézve csak 4%-át teszi ki a teliholdnak. Csak a legerősebb teleszkópok segítségével láthatjuk őket tisztán. Létezik egy a telihold méretével majdnem megegyező köd, a Helix köd, de még ehhez is szűrős felvételek voltak szükségesek, hogy egyáltalán meglássuk. Megdöbbentő formája sok ember fantáziáját beindította, és Isten szemeként is emlegetik. A csupán 450 fényévnyire lévő szépség a hozzánk egyik legközelebbi planetáris köd, ezért alaposan megvizsgálták. Ezt a felvételt a Hubble űrteleszkóp készítette. Ez a valaha készült legrészletesebb csillagászati felvétel. A meglepetések között furcsa, küllőkre emlékeztető csomók láthatók a köd belsejében. Üstökös csomóknak nevezik őket. Úgy gondoljuk, hogy ezek valódi régi üstökösök, amelyek a csillag körül keringtek. A csillagfénye kölcsönhatásba került a gázokkal. Amint a csillagfényt bocsátott ki, felhevítette a gázt. Ez olyan, mintha hideg vizet öntenénk a forró tűzre, a gőz pedig hirtelen felszállna. A felvételeken látható planetáris ködök brilliáns színei megtévesztőek. Például, ha egy űrhajó közel kerülne a Helix köd központi csillagához, a fénylő gáz gyakorlatilag láthatatlanná válna, olyannyira ritka. A színe csak akkor válna láthatóvá, ha nagy sebességgel haladnánk a planetáris köd széle felé. A naprendszer rádiuszának 1000-szeresét kellene megtennünk ahhoz, hogy megpillanthassuk a planetáris köd gázfelhőinek a színét. Olyan lenne, mintha itt a Földön a sarki fényt néznénk. A színek csodálatosan szépek lennének. Röviddel azután, hogy átrepültünk a csillagködön, az űrben találnánk magunkat. Ha visszanézünk a nebulára, a színek még szembetűnőbbek. A gázfelhő túl ritka, hogy lássuk, ezért távolról teljes egészében kell megfigyelnünk, ami több milliárd kilométer széles, mint az most is látszik. De még ezen a ponton is segítségre van szükségünk. A szemünk csak a hidrogén piros színét képes látni, ám több szín is előbukkan. A kép csak akkor válik tisztává, ha az űrhajunk felrakja a Hubble palettát. A csillagköd képe azonban az űrhajó helyzetétől is függ. Ugyanúgy, mint a Földről, az űrhajóból is egyszögből láthatjuk. Innen elnyújtott gyűrűnek tűnik. De ha az űrhajóval körberepüljük, rájövünk, hogy egy másik szögből teljesen másképpen néz ki. Ráeszmélünk, hogy a köd nem is egy gyűrű vagy egy gömb, hanem két egymást keresztező korong, melyek a haldokló központi csillag eltérő idejű kilökődéseinek az eredménye. A planetáris ködök formája körül felmerülő kérdések nagy fejtörést okoznak a csillagászoknak. Nézzük meg, milyen formájú planetáris ködök léteznek. A citromszelet ködhöz hasonló kör alakú csillagködök és a spirográf nevű ellipszis alakú ködök mellett több rendkívüli esetet is láttunk már. Például ott van a hangyaköd és az M29-es csillagköd is. Mivel egy csillag gömb alakú volt, azt várnánk, hogy az utolsó lehelet nyomán gömb alakú planetáris ködök keletkeznek.
de valójában a ködöknek csupán 10%-a ilyen formájú. Az egzotikus formájú csillagködök hátterében a csillagszelek állnak, melyek más időben, más erősséggel és más sebességgel fújnak a haldokló csillag felől. Itt több csillagszél hat egymásra. A csillagszelek összeütköznek egymással, melyek új érdekes alakot kölcsönöznek a csillagködöknek. A planetáris ködök legérdekesebb egyedei a bipoláris szerkezetűek. Ezen furcsa objektum rejtélyes energiái hatására az izzó gáz jetek formájában vetődik ki, melyek a születésben lévő csillagok jetjeire emlékeztetnek. Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a jelenség történik a csillag születése és halála idején is? A jetek a csillagászat minden terén jelen vannak. Ami a jetekben közös, az az akréciós korong, amely valójában keringő gázfelhő. Ezekben a keringő gázfelhőkben mágneses mezők keletkeznek, és amint az anyag átfolyik az akréciós korongon és feltölti az erővonalakat, visszalöködik az űrbe. De egy haldokló csillag körül nincs korong, amiből táplálkozhatna, ha csak nem egy kettős csillagról van szó, ahol két csillag kering egymás körül. A világűrben nagyon gyakoriak a kettős csillagok. Amint a két csillag egymás körül kering, az egyik csillag anyagot ad át a másiknak. Ahogy az anyag átfolyik az egyik csillagtól a másikig, akréciós korong képződik. Ebben az akréciós korongban mágneses mező alakul ki, és így az anyag a többi esethez hasonlóan az űrbe löködik. A planetáris köd a csillag halálának természetes folyamata. De léteznek olyan óriási csillagok is az űrben, melyek közel sem nevezhetők normálisnak. Életük végét hatalmas robbanással jelzik, és gyakran a hátramaradt csillagköd az egyetlen jele annak, hogy erőszakos véget értek. 1054-ben a naprendszertől 6300 fényévnyire felrobbant egy óriási csillag. A Földről új csillagnak látszott. Ez volt a legfényesebb az égen. 10-szer erősebben világított, mint a Vénusz, és 29 napon át fénye nappal is látható volt. Létezését a kínai csillagászok jegyezték fel, de az új-mexikói Anasazi törzs is felfigyelt rá, amint azt egy petroglifa is mutatja. Amilyen gyorsan megjelent az égen, majdnem olyan gyorsan el is tűnt. Ma már csak teleszkópok segítségével láthatjuk, de ami megmaradt belőle, az csodálatosan szép. Majdnem 1000 évvel később rákködnek nevezzük. Ez az ismert szupernova maradványok egyike. A szupernova maradványok valójában hatalmas felrobbant csillagokból származó törmelékfelhők. Ez egy óriási csillag halála után fennmaradt felhő. A szupernova maradvány hasonló a planetáris ködhöz, mivel mindkettő egy csillag halálának az eredménye. Miután egy elpusztult csillag körül kialakult a planetáris köd, a felszínéről leváló nagy mennyiségű anyag lassan eltávolodik. Itt nem robbanásról, hanem kilövelésről beszélünk. A szupernova sokkal egyszerűbb, csak felrobban, és minden egy pillanat alatt történik. Amit pedig mi látunk, az már csak a csillagköd. A fényt a robbanás előidézte lökéshullámok gerjesztik. Összeütköznek a környező anyaggal, ami felizzik. A csillagászok az elméletet 2004-ben már képekkel is alá tudták támasztani. A Hubble űrteleszkópnak sikerült elkapnia az egyik lökéshullámot, amely egy olyan volt szupernova körüli gázgyűrűt hevített fel, amely 1987-ben 160 ezer fényévnyire innen robbant fel. A szupernova maradványok közül az otthonunkhoz sokkal közelebbi rákköd a leghíresebb. 300 évi tanulmányozás után a csillagászoknak csak 1968-ban sikerült felfedniük nagy titkát. A közepén egy pulzár van. Másodpercenként 30 fordulatot tesz meg. A pulzár egy forgó neutroncsillag, amely olyan sűrű, hogy egy kis kanálnyi is 1 milliárd tonnát nyomna.
A rákköd belsejében lévő pulzár átmérője csupán 29 km, mégis többet nyom, mint a nap. Gyorsan forog, de mivel fokozatosan lassul, veszít energiájából. A tengelyforgásból származó energiát átadja a gázfelhőnek. Ami azt illeti, a csillagködben látható sugárzást a pulzár lassulásából származó energia táplálja. A rákköd sugarai a közepén látható kísérteties kék fényként jelennek meg. Ezt a közel fénysebességű elektronok generálják, melyek a pulzár mágneses mezejében mozognak, ám ez több, mint kék fény. A legújabb űrfelvételek azt mutatják, hogy a mágneses terek gerjesztik a nebula központját. Látják a hullámokat, amelyek a pulzár belsejéből haladnak kifelé? Képzeljék el, hogy a mágneses tér egy kifeszített gumiszalag, amit ha megpendítünk, a keletkező hullámok végigfutnak rajta. Ez is valahogy így működik. Még nem ismerünk minden részletet, de azt látjuk, hogy milyen jelenségek mennek végbe. A csillaghalál, amelynek következményeként kialakult a rákköd, a galaxis életciklusának a része. A szupernova maradványok és planetáris ködök által kilövelt gáz visszakerül a csillagközi térbe, ahol nyersanyagul szolgál majd a jövő csillagai számára. Ez a folyamat nem tart örökké, mert a hidrogéngáz mennyisége véges. Előbb vagy utóbb elhasználódik a hidrogén és hélium, ami a csillagok fényét adja. Ha megnézzük a tejutat, láthatjuk, hogy tömegének 97%-át a csillagok teszik ki. A maradék 3% gáz. Amikor egy csillag alakulóban van, a gáz mennyisége lassan fogyni kezd. A csillagok kialakulása persze idővel lassulni fog, mert a gázt sokkal nehezebb kivonni a szilárd anyagból. Ám a csillagászok, akik a Green Banki rádiótávcsövet használják, a tejútrendszeren kívül nemrég egy új gázforrást fedeztek fel. A Smith felhőnek nevezett óriás felhő, a benne lévő gáz és por 1 millió naptömegű csillag megszületéséhez lenne elegendő. Ez a hatalmas gázfelhő egyenesen a tejút felé halad, és 20-40 millió év múlva összeütközik velünk. Ennek hatására nyomás keletkezik, egy lökéshullám, és az ütközés során több száz új csillag születik majd. Amint az ütközés hatására a gáz a Smith-felhőben összenyomódik, a galaxist egy új csillagköd fogja beragyogni, a világegyetem életciklusa pedig tovább folytatódik. De sajnos nincs elég a Smith-felhőhöz hasonló gázfelhő, hogy a folyamatot hosszú távon fenntartsa, ezért a csillagködök fokozatosan el fognak tűnni. A világegyetem körülbelül 14 milliárd éves, de úgy 100 milliárd éves korában a tejútrendszer már nem lesz képes újabb fényes csillagokat létrehozni. Csak az ősi csillagok maradványai lebegnek majd az űrben. Unalmas, nagyon unalmas hely lesz ez a galaxis, de mi a világegyetem nagyon izgalmas időszakában élünk. Még azelőtt tanulmányozhatjuk a világűrt, hogy kiégnek a csillagok és kifogynak a tartalékok, amelyekből új csillagok és bolygók születhetnének. Szerencsés korszak ez. Egy olyan idő, amikor az égen csodálatos objektumok ragyognak, mint a nagy Orion felhő, a teremtés oszlopai és Isten szeme. Mindegyikük a természet apró gyöngyszemei a végtelen világegyetemben.